A megállapodás felbontása azt is jelentheti, hogy a város vissza kell fizessen 5 millió eurót a cégnek a még nem amortizálódott beruházás értékét. Az Aquanova Hargita Kft. Jelenleg az Urbana RT alvállalkozójaként van jelen a városban, egy tavaly őszi bukaresti törvény viszont ezt tiltja, így kötelezően szerződést kell bontania a városnak és a cégnek. A szolgáltatást meg kell hirdetni, ahol az Aquanova is jelen lesz. Természetesen szeretnénk részt venni a versenytárgyaláson, ajánlatot fogunk benyújtani. Ilyen értelemben megvan a jóváhagyásunk a debreceni tulajdonosoktól. Úgy gondolják, hogy az eddig befektetett energia és pénz további hasznot és jót tudna hozni a városnak, ugyanakkor a partnerség is tovább tudna gyümölcsöt. A városvezetés azt mondja, jelenleg szakértők vizsgálják a törvény előírásait, arra keresik a választ, hogy milyen módon kell törlesztenek a szolgáltató irányába, felmerült ugyanis annak a lehetősége is, hogy a közbeszerzést megnyerő esetleges új vállalat feladata lehet az 5 millió euró kifizetése. Van egy beruházás, ami körülbelül egyharmad, 40% értékben amortizálódott az elmúlt időszakban, és hogy ennek a beruházásnak az értéke, illetve a maradvány érték pontosan mekkora összeg, ezt egy szakértői jelentés fogja megállapítani, illetve minden olyan a város által esetlegesen fizetendő kötelezettséget is ez a szakértői véleményezés fog megállapítani, amit a hivatal most rendelt meg. Egy biztos, a városlakók, illetve az udvarhelyszéki falvak nem maradnak víz nélkül, a szolgáltatás működni fog. Az viszont kérdés, hogy ezt az Aquanova helyi önkormányzatok esetleg egy más cég fogja elvégezni.